Zsúfolt terek, utcák a pécsi belvárosban, fényművészeti alkotások a falakon, utcai cirkusz és színházi produkciók. Ez fogadta az érdeklődőket a Pécsi Fényfesztiválon. A Szent István téren, mintha Viktor Vazarelli metszette volna a fákat, bokrokat. Valójában egy kaposvári művészeti csoport munkáját láthattuk itt. Mi Kaposvárról a Fényhangár fényfestő csapat vagyunk. Eddig az összes fényfesztiválon részt vettünk, és az idei fényfesztiválon meghívásos helyett pályázati anyagot kellett beadni a helyszínekre, és ez alapján szerencsére bekerültünk. És ezt a helyszínt kaptuk most meg. Mi vetétettük már a Barbakánt, a Jókai teret, a Martin udvarnak a múzeumát, a Martin múzeum udvarát, bocsánat, és most ez a helyszín lett a miénk, ezzel a kihívással, hogy falombokat vetítsünk. Témában pedig Vazarellit céloztuk meg, Pécshez kötődően, ugye Viktor Vazarellit, és Viktor Vazarellinek a grafikáiból készítettük a vetítési anyagainkat, illetve van két interaktív szobrunk RGB ledekkel érintésérzékenyek, amiket majd esetleg ott tudnak róla képet készíteni, amik tulajdonképpen a projektoros vetítést vezérlik is. Amikor érintenek, akkor változik az a vetítési anyag is. Ezért is választottuk Vazarellit, tehát ez is egy szempont volt, mert az ő grafikája, az ő vizuális gondolkodása, ahogy ő alkotta a műveit ezekkel a geometrikus formákkal, ezek tulajdonképpen megjeleníthetők a fákon. Olyan jó, kontrasztos, színes, kontúros grafikákat készített, amik tudnak jól működni ilyen felületen is. Igazából az egy jó játék még benne, hogyha a vetítő szemszögéből nézzük, akkor összeáll a kép, de hogyha kimozdulunk egy kicsit a vetítő szemszögéből, akkor szépen térben elmozdul az egész. Új helyszínként a kórház téri Jakub Ali Hassan Jami szerepelt a Fényfesztivál programjában. Itt a Kiégő Izzók vizuális csoport alapító tagjának, Zádor Tamásnak és társainak az alkotását láthatták, aki a fesztivál szakmai partnere is. Ez a videó, amit itt látunk, ez egy fizikai felvétel, tehát ez egy analóg felvétel igazándiból, ami össze van vágva. Maga a hangfájl is analóg a hangszerekkel készült, hangtálakkal, harangokkal, gongokkal, esőcsövekkel. És az egész koncepció az volt, hogy egy fizikai hanghoz fizikai képet rakjunk. Tehát semmiféle digitális utómunka nincs, azon túl, hogy össze van vágva nyilván az anyag. Lassított felvételeket készítettünk egy vízzel teli tálból, amin átengedtük ezt a hangot. Tehát írtunk egy számítógépes applikációt, egy kis egyszerű patchet, ami a hangból rezgéseket generált, és azokat vettük föl, és ezért egy ilyen fizikai egy-egyes megfeleltetés van benne. Az alkotás ez a Kiégő Izzóknak a munkája, és a hangot pedig Tomokos Csilla készítette, vele régóta dolgozunk együtt. Többek között a Székesegyházra készült Gyahonás könyve munkánkatnak is ő jegyzi a hangját, és ő egy ideje mesélt ezekről a kísérleteiről, hogy hangtálakkal játszik és dolgozik, és nagyon érdekelt minket ez az egész, és onnan jött az inspirált minket első körben. Én azt gondolom, hogy minőségi ugrás volt idén, vagy van idén, az eddigi legizgalmasabb fényútja programban. Nagyon-nagyon jó munkák vannak, Tundrától kezdve, Pattogáspár munkájáig, Limelightnak az Uri Murián keresztül, igazándiból elképesztően színvonalas és jó munkák lettek, és nagyon sok változás történt. Ugye minden évben fejlesztődik a fesztivál, aminek egy részében belelátunk, egy részében annyira nem, de azt látom, hogy most valahogy így beért a fesztiválnak egy hosszú évek óta zajló fejlődése, és nagyon izgalmas irányba indult el, egyre komolyabb munkák jönnek ide, nemzetközi és hazai alkotók egyaránt. És hát ez a helyszín, ez egy kicsit ilyen utolsó pillanatos helyszín lett, ami csatlakozott a Fényfesztiválhoz, és ettől még izgalmasabb, mert évek óta vágytunk arra, hogy legyen itt egy dóm. És sokszor volt majdnem, hogy lesz egy dóm, építünk valahol egy dómot, aztán
nem is kell, itt van, és lehet használni. A Barbakán árokban a fénytenisz, vagy Uri-Muri elnevezésű alkotással találkozhattak a látogatók, akik játszhattak is a felvillanó gömbökkel. Az alkotót már a fesztivál záró napja után kérdeztük. Az ötletet a helyszín hozta, én ezt a helyszínt nem ismertem, mármint nem tudtam, hogy ez is egy fesztivál helyszín, és az idei pályázat kiírásba láttam, és megnéztem, jártam itt egyszer még 20-valamennyi éve, ugye egy barátomnak volt kis koncertje, és utána olvastam, és hát ugye azon gondolkoztam, hogy lehet ezt a nagy területet valahogy így betölteni fénnyel, és akkor kiderült, hogy itt a Zsolnéknak ilyen teniszpálya volt nagyon régen, és akkor hát akkor az első ötletek ugye olyanok voltak, hogy így ilyen ekkora gömbökből mondjuk megcsinálni egy teniszlabdának a röppályáját, ugye mozgásfázisokból. Csak aztán hamar kiderült, hogy ezt tök jól lenne interaktívá tenni, és akkor így lett ez a játék. Annyi a lényege, hogy ugye egy szervával kezdődik, bármely, tehát egyik oldalról kell szerválni, a öt pedálval, amelyikére rá kell lépni, és akkor elindul a labda, hát ugye nem fizikailag indul a labda, hanem csak a mozgás, a fázis villan fel, ugye, és akkor a pálya közepénél áttér egy véletlenszerű sávba a labda, és akkor abba a sávba folytatja, és a túloldalon ugye pont akkor kell rálépni a pedálra, arra a pedálra, amelyik sávba jön a labda, ugye pont akkor kell rálépni, amikor odaérkezik a labda, van egy ilyen nagyon kis időintervallum, amíg rá lehet lépni. Elég régóta nyomom, én már több mint 20 éve, és én ilyen vetítéssel, épületvetítéssel foglalkoztam sokáig, egy nem is tudom, 6-7 éve kezdtem el ilyen installációkat, fényszobrokat csinálni, és hát minden évben voltam itt ugye eddig meghívásos alapon, most meg pályáztunk, és amit úgy mondom, hogy pályáztunk, mint a cégünk, a Limelight, ugye én vagyok az egyik alapítója, és hát az én meg a mi munkáinkat lehetett látni Brazíliától kezdve Japánig, mindenhol, úgyhogy a legnagyobb munkáink azok ilyen épületvetítések, de ilyen fényinstallációkkal is jelen vagyunk sok fényfesztiválon, meg sok rendezvényen, főleg külföldön. Nagyon sokan keresték fel Pécs legnagyobb esemény sorozatát július 7-e és 10-e között, mondja a város kulturális holdingjának ügyvezetője. Nagyon jók voltak a benyomások, kicsit az időjárással az elején voltak viszontagságok, de ennek ellenére azt gondolom, hogy ez az utóbbi évek legnagyobb látogatószámmal lezajlott fesztiválja volt, tehát közel 100 000 ember volt a 4 nap alatt. Nyilván a leglátogatottabb a domtéri versenyprogramunk volt, ugye ez idén át lett alakítva, hogy egy kicsit ezáltal is az emberek mozgását elősegítsük, tehát most ez egy félórás versenyprogram volt, 5 előadással, tehát itt több 10 000 ember volt, és a másik nagyon fontos programelem az maga a fényútja volt, ez egy 20 állomásos helyszín volt. Itt olyan új helyszíneket tudtunk beépíteni, mint a Vásárcsarnok, a Jakovári Hasszán Dzsámi, a Szent Ferenc templom, és ezek is nagy népszerűségnek örventek. Most itt a hetekben ülünk le majd kollégákkal, és vonjuk le a konzekvenciákat, és próbáljuk levonni azokat a tanulságokat, amik a jövőben még nagyobb élményt tudunk nyújtani az ide látogatóknak. Vannak olyan dolgok, hogy még új helyszíneket bevonni, versenyprogramot, hogy tudjuk átalakítani, tehát vannak elképzelések. Nagyon jó visszajelzések voltak, úgyhogy mindenképpen megtartanánk, mert ugye ez is egy cél volt, hogy ne csak egy fényfesztivál legyen, hanem egész napos programot tudjunk kínálni az ide látogatóknak. A Zsolnai negyedet is ugye bevontuk napközbeni programokkal, tehát igyekeztünk az ide látogatók, hogyha ide jönnek, akkor egész nap legyen program kínálat nekik. Úgyhogy mindenképpen ezt a jövőben is meg fogjuk tartani. A fényfestő versenyen a nemzetközi zsűri tagjainak döntése értelmében az első helyen a Los Romeras csapata végzett Spanyolországból. Ráadásul a közönségdíjat is ez az alkotócsoport nyerte el. Bounce.